Na kérem szépen, üdvözlet innen a vereség napjáról. Ma egyszerűen akármibe kezdtem bele az életben, abból mind kudarc és vereség lett. Az égő kiégett, a kerék leeresztett, ezt sorolhatnám. Nem csak bal szerencse mindez, hanem játékokba is. Akármit eddig játszottam ma, akár sakkot, akár bármit, mindegyik vereség lett. De hát ez nem akadályoz meg benne, hogy megpróbáljam bosszúból azért az egész világot elfoglalni. Egy kis rizikómenet által, és hogy az élet ki akar szúrni velem, akkor szúrjon ki Isten igazából. A három legerősebb ellenfelt rakom be. Mondjuk azt soha nem értettem, hogy a Wellington az miért jobb, mint a Bonaparte. Én bőven Napóleont raknám a világ legjobb hadvezérének, de hát nyilván ez egy amerikai játék, és akkor... Jó. Hát na most látom, hogy a kedvenc. Már most pekesen indul az egész, mert Ausztráliát nem tudom befoglalni. Pedig azt beszoktam. Hát mi legyen? Kezdjék el Afrikába erősködni. Jó, van, látom Afrikára, nem nagyon rak más. Jó, mondjuk nem egy jó kontinens. Nekem első számú szempontom most az lészen, hogy Európát és Észak-Amerikát megpróbáljam szinten tartani, úgymond. Ezt úgy értem, hogy nem fogom hagyni onnan Skandináviából, de majd megyek, ha minden igaz, Izlandra, Grönlandra. Egyszerűen csak nem akarom hagyni ennek a mocsadékgépnek, hogy nagy kontinense legyen. Kicsi az lehet akár. De Afrikában tudom Európát is cseszegetni. Ázsiával lehetnek még problémáim ma. Ó, viszont most nézem. Piros meg a kék az nagyon jó, nagyon-nagyon jó. Egymást püfölik. Szépen ott megpüfölik Ausztráliába. Ez nekem nagy esély lehet. A zöld az ú, mondjuk az eléggé befészkelte magát oda Dél-Amerikába. Vele gondolom Afrika, Dél-Amerika óriási háború várható. A kék viszont ott a kis szélmalom harcát azon a kis ausztrál földrészen megejthetik magukkal. Hát, ez most ilyen közepes kezdésnek mondanám. Közepes kezdés, de... Ó, szép volt! Na, remélem nem fog mindenkit odavonni. 8-at. Húha! Taktikálozódjon. Venezuelából takarítsd el azt a 11-et. Csak erre. Úgy van. Tökéletes. A gyengén hagyja. Ó, tőle még ide is jöhetsz egy kicsit. Verd le Kongót is. Szomáliát. De nem. A zöld az nem szarozik. Melyik is a zöld? Info. Bonaparte, na gyerünk Napóleon. Ez az, vidd csak el az egységeidet. El akarod foglalni Észak-Amerikát az első körben? Hát, lemorzsolod seregeidet. És én meg Skandináviába bizony lesben állok. Egyelőre még nem is kell Skandináviát beizítanom. Nem, most mindenkit le. Először Afrika legyen meg becsülettel. És óriási védelmet kell raknom. Ja nem, hogy azt a hetest leverem, akkor már nem. Lehet, hogy nem erre kellett volna támadnom. Mindjárt kiderül. Végül is, de várj, Kongó... Nem. És Kongót kellett volna előbb megtámadnom. Na jó, mindegy. Végeredmény úgyis ugyanaz lesz, hogy a nagy sereg támad. És ha már itt vagyok, igazából be is megyek Brazíliába, rohadjál meg, nem kapsz kontinenst. Ez az, gyerünk!
Kudarcok napja. Lássuk csak. Nem, nem hiszem el. Gyerünk már. Nem. Uff. Hát lehet, hogy ebből nem lesz Dél-Amerikába bemenetel. Mert nekem Afrika megszerzése fontosabb. Jó. Oké. Hát még megpróbáljam ezzel az egyel. Jó, nekem max meghal egy katonám, de ha neki leverem, neki meghal kettő. Nem jó. Fúj. Hát. Oké, most én is eléggé kinulláztam magam. Hogyha Bonaparte tényleg olyan nagy agy, akkor akár még bajba is lehetek. Öt katonát kérhet ki. Ha mind az ötöt kikér Brazíliába, akkor szarban leszek, de bízom benne, hogy ő most inkább Észak-Amerikára koncentrál. Gondolom ezek jó ábrándok lesznek. Jó, a kék meg a piros ott. Hát piros mindjárt kihal. Ne. Nem igaz el. Hogy rohadna meg. Piros, itt van 11 a délen. És akkor a zöld is engem fog támadni. Nem! Hoppá, meg nem támadási szerződés a zöld. Legyen haver. Akkor ő most csak és kizárólag Alaszka felé indulhat el, úgyhogy... Nem tudom, mi volt ezzel a végcélja. Ja nem, arra is mehet. Jó. Nekem csak jó, ő nem tudja elfoglalni, mivel hülye volt és felajánlotta. Micsoda? Meg nem támadási szerződés köt is letámad? Mi ez a csalás most komolyan? Mi ez a csalás? Mi ez a nyomorúság? Négyem lehet. Ógy, rohadj meg. De nem igaz, nekem a kék volt az ellenfelem, mit pofátlankodik ide be a piros? Ezt nem értem. Skandináviából azzal a hattal le kéne jönnöm, nem jövök le. És nem is taktikázok. Fene. Hát igen, a vereségek napján. És kiírtja a pirost. Ami azt jelenti, hogy szépen a piros engem fog cseszegetni innentől kezdve, mert az én határom van a pofáján. Piros, meg nem támadási szerződés. Oké, elfogadom. Amit, mint láttuk, nem fogsz úgyse betartani. Na, lássuk csak. Jó, a zöldet támadja. Megmarad nekem Afrika? De elvileg nem támadhatna egyik se. Hát, hogy ne. És egyelőre a lentivel nem támadott be, tényleg. De megvan. Ja, ezzel meg igen. Aha. Aha. Húzzál innen. Marha gyerek. Oszta! Mindenkit lever. Hetet kaptam? Ja, mert megtartottam Afrikát, hoppácska. Hát... Ezzel meg Jaj, nem oda akartam rakni. Na mindegy, ezzel csak elfoglalok egy területet. Ugye bár a kékben nem vagyok szerződésben, én nem vagyok olyan genya. Nesze, oda Izland az egy tökéletes kiinduló pont, hogy kordába tartsam Amerikát is, meg Európát is. Taktikázni. Oly fölösleges. És a kék, mindenki békét akar kötni velem.
Jó, tőlem legyen béke. De zöldnek jövök még, nem is egyel. Nem tudom, hogy amúgy számít-e bármit is, mert láthattuk, hogy ugyanúgy lerohant. Ezzel a békeszar szerződésével. Piros, meg jó lenne, ha egy kicsit úgy van, kicsit harcolgatna. Mert utána kiír, azt, ami ez, kikért egy kártyát valószínűleg, ne azt a mocsok életbe. Ennyit a békédről, te mocsok. Hát ez a zöld, ez nagyon brutál. Bonaparte teljesen elszabadul. És megtámadja. Vonulj csak vissza. Azt a ennyit a mocsok meg nem támadási szerződésedről. Na, eltakarodsz? Nem takarodik. Gyerünk már, Afrika, gyerünk már! Csinálj valamit. Eltakarodik. Ez az. Ez az. Kapja a kártyát, kérlek. Hét. Ez az! Egy kis minimális reményfoszlány. Skarlátlákként felizzik. Jaj, legyen szerencsém, duplát raktam, tehát 14 a 7 ellen. Ha ez nem jön be, akkor ez tényleg a szerencsétlenség és a kudarc napja. Így van. Így nincs. Na? Úgy van. Nem? Ez az! De szemét le, nesze! Nesze! Benyomuljak? Nem nyomulok be. Nem nyomulok be, majd azt a hármat is visszahozom, és még kérlek. Nem szabad ezt a zöldet hagyni eltenyészni, mert gyalázat, amit le, mivel itt is duplát hagytam direkt. Tehát óriásira hagyom. Óhó! Ez az, gyerünk! Úgy van, úgy van! Na, mit szólsz? Mit szólsz? Júj! Jó, ide kiviszem. És akkor van egy Afrikám, neki meg már nincs semmije a zöldnek. És elvileg a másik kettővel meg békében állok, még egyelőre. Aztán, hogy ténylegesen mi lesz igaz, a kicsiket odaadom nekik. Azokat püfölhetitek. De nagyon jó, hogyha... Na, megtámad végül. És megtámad. Semmit nem ér ez a rohadt béke. Semmit nem ér. Nincs funkciója. Persze. Utolsó, gerinctelen. Aha, visszafoglalja Dél-Amerikát. Ja, nem? Jó, először. Először Japán támadja, de tudja, hogy aha, tudtam, hogy úgy is jön ide. De nem igaz, ez a piros, ez beleavatkozik. Beleavatkozik a mi háborunkba. Bántsam neki Dél-Amerikát. Hát... Nem, annyira sok katonám azért nincs. Hopp, vagy mégis? 9-el a négyet. Legyek bedesz. Kérlek, állj mellém, szerencse. Ez az. Nem. Igen, így van. Ez az. Na, most megint leírtam egy felesleges kört.
taktikál, de Egyiptom nem nagyon van védve. És a kék is velem szarozik. És most kíváncsi vagyok amúgy, hogy ők ha mondjuk látják, hogy nekem van egy konténsem, meg egy tényleg erősebb vagyok, akkor felém kezdenek eljönni. Igen. Na ez ebben a rohadt nehéz ebben a játékban. Kicsit megerősödsz, akkor magadra haragítod az egész nyomorult frontvonalat, és semmit nem tudsz csinálni. Az egész térkép ellened fordul. És mondjuk egy Ausztráliába kiindulni, mint ahogy a kék ezt nagyon bölcsen megcsinálja. Úgy egy Afrikából, hát az... Hadd ne mondjam, nem valami könnyű dolog. Jó, igen, kék. Szépen Afrika felé orientálódj. A pirosat viszont nem igaz! Kikérte a kártyáit, kikérte! Arra, igen, arra nyugodtan mehetsz Európa felé. Nyugodtan, föláldozom neked. Nem megy annyival. Le fog támadni megint Afrikába, tudtam. Hoppá! Hoppá, nem tied Afrika. Hú, itt valami égedelmes cicanyávogást hallok kintről. Remélem, nem a mi cicáink bunyóznak egymás ellen. Hoho! Azt a rossz Skandinávia! Jaj! Na, ha most, de nincs kártyám, az a nagy helyzet. A piros meg most vette ki magáét. Úgyhogy nekem lesz egy olyan kis move-om, legalábbis megpróbálkozok vele, nagyon jó hetet kaptam. Kártyaügyileg. Hát, meglátjuk, hogy leszek. És hogy állnak a sárga, nem, a pirosnak mennyi kártyája van? Egy. Hát akkor még nem éri meg kinyírni. Na, mit csináljak? Erősítgetem Afrikát, most itt egyelőre nincs baj. Azt nem tudom, hogy innen gondolom nem tud ide letámadni. Tehát Afrikánál elég ezt a két tömböt megerősíteni. Mindegy, ide rakok, várjunk oda, ide rakok mindent, és akkor közép-keletet, az arab táblát lecsapjuk. Ne, gyerünk, Katar, Omán, Jemen az enyém, Szaúd-Arábia. És akkor szépen vissza is hívok mindenkit. Doné taktikál. Ha van józan igazság, nem oda, nem oda. Innen ide. Fú, de megszívtam volna, hogyha más kattintok be. Neki nagyon jó Siámban, ott le van fulladva 11 ember egysége. Most ilyen hármakkal, kettőkkel ide jöhet nyugodtan. Ó, nagyon jó, arra nagyon jó. Menjél nyugodtan. Na. Itt a zölden meg a pirossal viszálykodok egyértelműen. Közben viszont a kék egész szépen, hoppácska, egész brutál serege kezd lenni ennek a kéknek. Úgyhogy rá is lassanként oda kell figyelnem, ha más nem teszi meg. Mindjárt övé Ázsia. Az brutál lenne, ha befoglalna Ázsiát, de hát nem, közép-kelet miatt ez neki nem fog úgyse sikerülni, mert oda mindig rakok erősítést. Ne engem. Hopp, oké. Ez tökéletes. Ha, ez az lenullázódik. Támadod Izlandot? Zilálódj csak. Három. Most még nem ölöm meg. Remélem a kék se öli meg. Azzal a kis pár területével. Ott a maga kis... És nem csinál semmit a zöld. Ez az. Kártya! Kártya! Ha piros még egy kör túlél, akkor őt lecsapom. Közép-keletet megszerzem.
A zöld semmit nem csinál, stabilizálódik a helyzet. A kéktől... Hoppa, hoppa, hoppa. Tévém kiírta, hogy ki akar kapcsolni. Ez persze felvételen nem látszódik. Na. Megerősítjük brutál módon. Afrikámat. Játszhatok, vagy... lehet, hogy lassan annyira erős leszek, bár ahhoz még először a pirosat ki kell írtanom, hogy egy huszárvágással szépen Dél-Amerikát is elfoglalhatnám. Végül is lehet, hogy ezt fogom tenni. Tehát nem őrülök meg itt a hirtelen jött sikertől, csak bölcsen az egy-egy területeimet szépen foglalgatom el, és utána visszavonulok. Azzal, hogy nekem itt van Afrika, nekik gyakorlatilag semmi. Ez itt apránként, lassanként az én malmomra fogja hajtani a vizet. És ahogy nézem, most a kék nem rám fog jönni. Most 4 éve minek támadja meg az Egyiptomomat. Brutál erős, inkább megy rá a pirosra. Vagy most nem, most Ázsiára megy rá. De nem lett tövé ismét. És... jó. Piros vs. kék, az nekem tökéletes. Jó, én most szurkolok neki, hogy foglalja el. Ah, nem sikerült. Mert akkor lett volna kártyája, így. Nem, nincs kártyája pirosnak. Ha megtámadod... aha, jó. Te bajod, mert fogom foglalni Dél-Amerikát, de hát... elég erősnek érzem magam, hogy ezt megtegyem. Ha 6-ot kapok csak, hát akkor nem biztos. Hogy áll a piros? Két kártyával, az nem jó. Azért az ritka, hogy a 3-at egyből be tudja váltani. És én nekem egy van. Szedjem el tőle azt a 2-t. Veszélyes vállalás. 1-1-1-3-3. Mert lehet, hogy ő... ja, de nem fog kártyát kapni, mert nem foglalt megint területet. Akkor viszont... nem hagyom, hogy Dél-Amerika itt eluralkodjon, elkanászodjon. Gyerünk, gyerünk. Úgy van, úgy van. Ez az öregem. És hogy állunk? 3-3. A piros az nem fog sok egységet kapni. Jó. Kemény leszek. Kemény leszek, mint a disznó agyara. Hát... haladni kell a céljaink felé, befoglalom Dél-Amerikát is. És bízva bízok. Bízva bízok, főleg a kék haragjától óvjanak meg hát az ördögök, mert ők legalább őszinték. Na, bum, bum, és magabiztos, ez a menetelés, ez most nagyon-nagyon magabiztos, köszönöm. Így van, ilyen, amikor nekem is tud állni néha az a zászló. Egy kicsit legalább. Taktikázzunk. Mennyi legyen? Várjunk. Egyiptom 8. Afrika 7. Így nekem nagyon jó lesz. És a kék se felém szaporodik. Ez a nagy szerencsém. Hanem be akarja foglalni Ázsiát. De... nem fog neki össze... ó, hát így meg aztán pláne nem. Ott kinullázódott az öltől. Te jó ég. Mint jó csendőrök, azt kell, hogy megállapítsam. Remélem a kék fele indulsz el. Nem csinál semmit a piros, így nincs értelme kiírtani. A zöld se csinál semmit.
Bezárult mind a kettő, akkor most úgy néz ki egyelőre, hogy a kék az igazi nagy ellenfelem. Bár igaz, ami igaz. Jó. Őrült terv, de én kiírtam a pirosat. Sajnálom, meg kell tennem ezt a lépést, mert egy idő után el fog kanászodni. És nekem igazából info, és megkapom tőle azt a két kártyát. Talán valamiként kárpótolni fog. Azért a veszteségért, ami most érni fog engem, amíg lerohanom. Veszélyes hadjárat. Veszélyes. Főleg, hogy most szereztem meg Dél-Amerikát, tehát optimális lenne a seggemen maradni egy kicsit, de nem tehetem. Mert tényleg, hogyha hagyom szépen, még a konstans azok, azzal a pár egységével is szépen növekszik itt a hátamon. Olyanok, mint egy befizetetlen számla. Csak növögetnek, növögetnek, aztán egyszer csak hátba támadnak, mikor a kékkel éppen életem háborújába lennék. Úgyhogy most ebben a lépésben szépen megölöm a pirosat, a következőben meg majd a zöldet. De mind csak akkor, hogyha a kék nem szól bele itt a dolgokba. De nagyon látsz, egyszerűen most hihetetlen, hihetetlen szerencsém van. A sok kudarc úgy néz ki, karma formájában most. Aha, két riskártyát megkaptam. Op, amiből 10 katona lesz, ennyi. Ennyi. Hújújújújúj. Haver csótány. És akkor engedelmeddel a kis Ázsiádat is. Lerohanom, te. Nem fogom hagyni, hogy hetet beszerezzél. Szarkeverő. Maradjuk. Nem. Visszahozom Egyiptomba. Taktikál. Visszahozom Egyiptomba. Afrikát betonbiztosra bevédjük. A kék... megint izé? Meg nem támadási? Nagy büdös lószart. Vagy tudod mit? Jó, legyen. Hát én úgyis a zöldet akarom kiirtani. Legyen. Max, ja, csak egy körre szól. Max megszeged, akkor én meg nyakon váglak. Jó, szerintem azzal ő Európára fog pályázni. De hát védem. Védem Európát. Ő is, a zöldnek nem is tudom hány kártyája van. 10-zel átjön. Hopp, jó, nem baj. Úgyis a zöldet akarom kiirtani. Nyugodtan. Hadjáratoz csak errefelé. Í, ez az, így van. Ellenségem ellensége. Az a gyerek, akin röhögök. Meggyengíti nekem a zöldet. Ez csodálatos. Úgy van, úgy van. Gyerünk, gyengítsd magadat is, gyengítsd a zöldet is. Tökéletes, hát öregem. Jobban el se csülhetne ez. A zöld jön, vagy ő már volt? Minden egységét lenullázza. Teljesen jó. Teljesen jó. Ugyebár nincsenek küldetések, nincs misszió. A totális dominánt... Do, na, do, totális dominancia a misszió. Jó kis nyelvtörő ez. A kék meg... Mi az a zöld meg visszatámad. És ugyebár a kék egyetlen meccsre kérte a békét. Tehát most úgyse őt akartam megtámadni, ő se engem támadott. Közös erővel. Úgy van, úgy van. De minthogy ez a zöld most elég sokat kapott volna. Tám beváltott kártyát? Nem emlékszem, hogy neki lett volna. Szerintem neki nem volt. De most ezzel, hogy itt elháborúskodik, azt írja a zöld, hogy brutálisan könnyen fogom őt kiirtani. Habár... Habár... Ja, a kártyát bevádom. Tizet kapok eleve.
És olyan milyen kártyáim vannak, milyen Madagaszkár, jó mondjuk arra pont fölösleges lenne. Ágyú, gyalogos. Ural, Ausztrália, jó, tök mindegy, ezeket úgyse tudnám. Viszont ehelyett inkább kérem ezt, mert azt a Northwest Territory az azt hiszem, hogy USA-ban van, tehát vagyis az Észak-Amerikában. Úgyhogy én ezt így kikérem magamnak. És akkor hogy állunk? Hogy állunk? A zöldnek van. Úristen, öt kártyája van a zöldnek. Akkor minden erőmet ide rakom. Na jó, nem, ide is rakok egy kicsit. Várjunk. Jót nézek egyáltalán? Igen, a zöldnek van öt kártyája, a kéknek három. A kéktől is tartanom kell. Hát ennyi, az egy 19-tel. Csak leverem ezt a 9-et. Ha nem, akkor így fogok jönni szépen, hogy adott esetben Kamcsatkát is becsapjam. Na, gyerünk. Utazzunk azért a dicső seregem, ló, ágyú, minden van már itt. Utazzunk csak meg azért az öt kártyáért. Hogy is kell? Most nehogy nem szabad elcsesztem az utat, mert különben beszorítom a seregemet, és a kék fogja kiérteni a... Hogy hívják ott? A zöldet, az aztán meg maga lenne a sivalkodás. De én nem fogom föl öt kártyát, hogy nem lehet beváltani? Nem is tud úgy kijönni öt kártya. Várjunk. Ó. Jó, meg egyelőre nem szúrtam el semmit. Ugye bár. Mert Northwest Territory-ból majd kitámadok. Grönland felé, vagy mi az? Alaszka felé is. Egy kicsiny sereggel. Meg a másik irányba is. És hát igazából, ha olyan kártyákat kapok, akkor következő körbe a kéket is leverem. Bár azért... Hát, de figyelj, ott lesz 20-am. 3, oké, annyi. Itt lesz, hát jó, 20-am nem, de amennyi ebből túléli. Tehát ott is lesz azért egy masszív kis sereg. Alaszkára rá. Oké, jaj, cicák. És nem is kell ezt a 19-et ödrisk kárt hoztam. Három lovas. Hát ez brutális. Jó. Olyat nem tudom, hogy lehet-e, hogy egyszerre többet beváltani, vagy egy körbe csak egyet lehet. Ennyi Kamcsatkára kijövünk. És igen, bizony mondom néktek, hogy a következő körbe, hogyha itt most nem történik valami istentelen, kegyetlen kártyabeváltás a részéről, akkor befoglalom. Taktikázok valamit, hát 9 megkerüli. Megkerülni. Jó, nem is kell taktikáznom, end. Ó, na ott azért beváltott egy jó karistot. És jön Kamcsatka felé. De hát nekem ez úgymond ez a jutalomsereg, ami Kamcsatkát védi. Azt hittem, hogy mire odáig elér, már teljesen le lesz morzsolódva. Tehát igazi hannibáli sereg ez. Vándorolt rengeteget, és nem adja olcsón a bőrét. Jó. Tehát én rengeteget fogok kapni. Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, meg egy csomó kártya. Na, hogy állunk? A világ összes seregét meg fogom kapni. Te jóságos gatya ég. Jó van, jó van. Na, mennyi kártyám van? 38. Asztalat. Akkor két fronton, innen lesz az első front, és Kamcsatkából a másik front. Embertelen seregek fognak megindulni.
Na. Ha minden jól megy, akkor ebből a körből meg lesz. És a szerencse az sokat-sokat kedvezett nekem. A véges statisztikákban nem tudom, ha föl tudom venni, meg tudom nézni. Akkor ott azért látszik. Hoppá! Aha, na, szerencséből. Úristen! Szerencséből most csúszadék vissza a gépnek is azért. De hát ott pihen a 35-ön fönt, úgyhogy egyelőre azért nem remege a félelemtől. Hát most ő... Hoppá, itt van egy hármasom Grönlandon. Meg még itt is. Ja, ezeket a kártyabeváltásokért kaptam. Tehát Skandináviát nem is kell... Ó, igen, nem is kell a főseregemmel megcsapnom. Ez is nekem jó kis katona megtartás. Gyerünk seregem, hogyha már annyit szívtál ott közép-keleten. Ó, igen, akkor legalább itt legyen egy kis sikerélmény. Kínát nem szabad megtámadnom majd, mert akkor beszorítom a nagy seregemet. Hanem szépen Sziámot csapkodjuk. Gyerünk, verjetek le belőle, amennyit tudtok. Amennyit csak tudtok. A halálba küldtelek titeket. De, halálotok dicső. Dicső, te jóságos ég, mennyire dicső, hát nem is haltak meg. Mondj ő, a szijámi cicák, most már az enyémek. Gyerünk. Dicső seregem megy tovább. És idáig bírta. Hát ez... Most jövök rá, hogy hülyeséget csináltam, mert így mindenképp egy kört meg ki fog bírni. Sziámot befoglaltam. Tehát nem terveztem azzal, hogy Sziám a enyém lesz, és vissza kellett volna vonulnom, amikor már csak egy katonája van hátra, mert akkor ezzel a 33-mal benyomultam volna. Ami mondjuk addigra lesz, vagy 16. Mert azért itt égedelmes küzdelmek várnak még rám. Mongólia, ez lesz a nagy falat. Tutturu. Gyerünk, harci dobok. Gyerünk hát, vár az óceán. Fú, kemény sereg. Kemény csata. Azt a rohadt. Igen, nem fogom. Ebből a körből lehet, hogy nem is tudtam volna. Nagyon felszívta magát itt a végső csatára. Bonapartér kiállnak emberei. Azt a rohadt életbe. Mongólia brutálisan megcsapott engem. Ma Hakuhó, a szumó birkózó. A falvát támadta meg biztos. És kijött még Asasóriú is a nagy csatazajra. Jó van, azt a kettővel az egyet. Gyerünk, legyen meg Ázsia. Jó van. Ami valószínűleg most nem tudom, hogy ő hozza ki kártyát. Onnan még a kis nyomvat kontinenséből még tud majd. Ja, nem itt kell megnézni. Ez egy kártyája van, akkor semmi. Kap öt egységet, azt ossza be télire. Nem kell taktikázni. Ázsián kívül gyakorlatilag minden kontinens az enyém lesz. Ha csak nem jön azzal valami istentelen hadjáratot, de hát nem úgy néz ki, nem úgy néz ki. Nem fog ez még Európáig se feljönni. Ennyi. 27-et kapok. Oké, hát az előző körbe nem tudtam legyőzni. De most Kína olyan erősítést kapott. Kijöttek házaikból az elbújt emberkék. Bosszú eskü a világ ellen. És általában tényleg Ausztráliára szoktam hajtani. A büdös életbe nem jött ezen a csatán össze, legutolsó kontinensként foglalom el.
Akarok majd látni statisztikákat a harcról. Kíváncsi vagyok, hogy van-e olyan statisztika, hogy ölés-halás arány. Oppácska. Ennyi. Enyém a világ! Nagyon szar napom volt, kudarc-kudarc hátán, de a világ az enyém a nap végére. Oké. Misszión. Totális domináció. Az enyém. És akkor done. Mi van? És mit kell itt csinálni? Várjunk. End turn. És akkor legalább mutasd. Ah, itt vannak statisztikák. Ölések. Egy ölés-halás arány jó lenne. Hát... Nem tudom, lehet, hogy ezt megtalálnám itt, de... Nem, most lusta vagyok rá. Kíváncsi vagyok, hogy többet haltam, vagy többet öltem. Jó, ennyi. Mindegy, megnyertem. A három legnehezebb hadvezért lecsaptam, úgyhogy... Hát valamennyivel így a napom békéje, az helyre állt.